személyesen is már, hogy face to face is mindenkit szeretettel köszöntök. Nem mindenki tudja, hogy ez az épület és a múzeum az a Zeneakadémiák a része, hogy a Zeneakadémiákban nagyon fontos oktatási tevékenysége, és hát mindig is volt kulturális is, ami részben a két múzeum tevékenységében nyilvánult meg, a Liszt Múzeum, meg a Kodály Múzeum, ugye a Köröndön van a Kodály egykori lakás, ami az is hozzánk tartozik a Zeneakadémiához. Meg mindig is rendeztünk hangversenyeket, elsősorban a növendégeinek. Tehát ez a tevékenység az, ami most megerősítik a következőkben, amikor az akadémiát megnyitjuk október 22-én, akkor hát szinte demonstratíve is kiállunk a nagy értelme elé, és elég, hogy a Zeneakadémiának is egy erős koncert rendezési, illetve kulturális profilja van. Na most magáról a helyről, hát azért ugye Erika bevezette, de még azt hadd mondjam el, hogy ez ugye valóban a szentély. Tehát ez volt az első épülete, mert ez előtt csak Liszt Ferenc lakásán oktattak, az ötös haltér, ami a Erzsébet-Pesti hídfőjénél volt. Ugye már a lakás, ház sincs meg, egy hívómester, meg a háza volt, ahol béreltek egyszerűen egy lakást. Szárnyai egyszerűen megmondjuk, amikor megnyitották a Zeneakadémiát, Liszt nem is volt ott. Ugye Liszt az utolsó pillanatig kétkedett abban, hogy a magyar viszonyok között, ugye az akkori magyar parlament munkájában, és hogy egyáltalán itt a magyarok létre tudnak hozni egy ilyen intézményt, ami egyébként egy pici intézmény volt, összesen öten voltak. Tehát a tanári kar az adminisztráció együtt öt emberből állt, és az első években 10 és 30 között volt a növendéknek a száma. Tehát nagyon-nagyon kicsiben indult, először csak zongora tanszak volt, hogy zongorát tanítottak, Erkel is és Liszt is, egy kis zeneszerzés, zeneelméletet, és aztán később jöttek a különböző tanszékek, különböző hangszerek, amiket egy hosszú időt regnált, igazán ez a Mihalovics Ödön, akinek az idejében építették a nagy épületünket, a 907-es, amit ugye most felújítunk, és amit majd megnyitunk, úgyhogy hát ugye messze volt még a végtől. De nagyon érdekes, hogy Erkel nyitotta meg, Liszt nem volt ott, de Erkel gyönyörű szép beszéddel megnyitotta. Mindig háttérbe szorul Erkel egy kicsit Liszt mögött, mert Liszt volt a sztár, őt ismerte mindenki, és az ő nevére volt hatalmasnak szükség, de ugye Erkel nélkül ez a Zeneakadémia soha nem nyílt volna meg. És aztán 78-ban építették ezt az épületet, 79-ben költöztek be, és valóban, ahogy aztán Szilveszter mondta nagyon jól, hogy egymás fölött lakott a két mester, hogy ez volt Lisztnek a lakása, amit majd meg is nézünk egy kicsit később, itt a mellettünk levő, de ez is a lakáshoz tartozott, ez a szalon, ugye, ahol a növendéken játszott, és egy borzasztó jó ember volt, erről is szólt, volt már szólt ez a filantrópiája, és az, hogy imádta a fiatalokat, és soha nem fogadott el pénzt, hanem ugye ki volt mindig egy hatalmas nagy tál, a szalonjába is jöttek a gyerekek, hát a gyerekek szerintem mind a kornak a nagy fiatal művészei voltak, ezekből lettek a legnagyobbak később, Emil Zauer meg ilyenek. És akkor mondja, hogy gyerekek, kinek van szüksége pénz, és akkor benyúltak ebbe a tálba, ahol ki volt szólva a pénz, hogy mindenki vitte. Tehát fantasztikus egy kényiség volt. És még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy azért is nagyon fontos ez a Liszt csomag, és hogy a turisztikában, a külföldi tudatba bevigyük, hogy Liszt magyar volt, és a magyar kultának a része, és ezért tartom továbbra is fontosnak, hogy Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, mert mit csinálnak az osztrákok, akikhez Lisztnek tulajdonképpen szinte a legkevesebb köze volt, attól függetlenül, hogy a mama ugye egy alsó-ausztriai szobalány volt, tehát a mama osztrák volt valóban, tehát most így nézzük, az anyai ágon ugye osztrák volt, de az osztrák kultúrához és az egész tevékenysége Ausztriával ugye nagyon-nagyon kevéssé. Ha már ugye valaki igényt tartott rá, akkor az a franciák, ahol a legfogékonyabb helyet töltötte, vagy a németek, a Weimarban megérte a legnagyobb műveit, de ugye ő végig, miközben gyéren tudott, azért valamit tudott magyarul időskorára, mert
ugye meg is akart tanulni szerencsétlen, csak nagyon nem volt olyan egyszerű megtanulni annak, aki gyerekkorában németül beszélt, később pedig állandóan franciául olyannyira, hogy még a mamájával is franciául levelezett. Vagy a mama kiment vele Párizsba, és a nevet aztán később a gyerekeket. Na de azt akarom mondani, hogy az osztrákok, a betyárok, ugye mit csináltak most a Liszt folyamán, az Ottobiba, ez egy ilyen nagy zenetudós tekintély, igazán nem Musik Freunde könyvtárának volt hosszú ideig a vezetője, megjelentetett egy cikket, Franz Liszt, ein Weltbürger, az Österreich. Ugye? Tehát teljesen kisajánlott, elindultak a kisajánlítás útját, másrészt Eisenstadtban, ahol, ami nem először, hanem Doborján, ugye, ami most a Riding, egy porfészek, semmi, ott született Liszt. Abból csináltak egy Liszt-centrumot, építettek egy 700 fős hatalmas koncerttermet, Bécsből oda csatornázzák a turistákat, és hát abszolút Burgenland egyik nagy nevezetessége Liszt Ferenc. Na most én ugye nem vagyok iri, meg Liszt mindenkié, tényleg, szóval, hát Liszt az egész erős, egész világi, rendben van, de ezzel az erővel, akkor mi is hát sokkal erőteljesebben kommunikálhatjuk azt, hogy hát először egy ilyen iskolát alapított, itt a budapesti mindent ő alapított, hogy gyakorlatilag az 19. században, ami zenének fontos. Budapesti zenében ilyen nagy szerepet játszott, magyar rapszódiákat írt, mint magyar hazámnak hű fia, ugye legottázta a himnusz, vagy a szózat, nem is tudom, himnusz vagy szózatnak a pár ütemét, és erre magyarul odaírja, hogy mint magyar hazámnak hű fia. Hát most ezen kívül mi kell még? Tehát hogy ez mennyire fontos nekünk, ugye nyilván örök a turizmus oldaláról, de nekünk, magyar muzsikusoknak, és hát akiknek fontosak ezek a nagy emberek, hát rendkívül jelentős. Na most visszatérve a csomagra, ugye ez egy nagyon jól kitalált csomag, és itt ugye Csabának nagy hálával tartunk, mert azért az egész dolog, ezek a kulturális turizmusnak a beindítása, az ötlete, hogy erre szükség van, ez az ő fejében született meg Gergő Gornak, bocsánat, Horváth Gergőnek is, és a természetesen Erikának, aki ennek az egésznek a motorja. Mit tud ehhez a Zene Akadémia hozzáadni? Tehát ugye egyrészt hozzá tudja adni a fiatal tehetségét, akik majd ebben a csomagban mindenfelé megjelennek, és itt az a pillanat, amikor bemutatom önöknek Balázs Jánost, aki egy csodálatos. Egy csodálatos fiatal ember, abszolút Liszt zenei örököse, talán már ismerik is a nevét, hiszen ő már a koncert életben is elég nagy eredményeket ért el. Hát hogy más nem mondjak, hogy a Liszt, nemzetközi Liszt zongora versenyen legutóbb második formában, harmadik helyezett, hát ezek csodálatos dolgok, hogy valaki oda is eljut. Egyébként ugye arról híres, hogy azon kevés klasszikus muzsikusok közé tartozik, akik remekül tudnak improvizálni.